Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Bence Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Ünnepség Mözsön az összefogás fontosságáról beszélt Appelszoffer Ágnes polgármester. Tolnán is megemlékeztek az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról. Már készülnek az áprilisi választásokra a városban. Kézműves foglalkozás a Magházban. Az összefogás fontosságát emelte ki március 15-i ünnepi beszédében Appelszoffer Ágnes polgármester Mözsön. A városrészben a Hősök emlékművénél tartott megemlékezésen a szabadságharcosokról szólva azt mondta, kellő elszántsággal és pillanatban küzdöttek a magyar függetlenségért. Gyerekek nélkül nem is igazi a március 15-i ünnepség. Minden esztendőben a szervezők arra törekszenek, hogy a fiatalok részei lehessenek a programoknak. Mözsön ezúttal a Zöldkert óvoda apróságai színesítették a műsort. Magyar vagyok, az én népem nevem magyar, jelünk piros fehér zöld, hogy én magyar gyermek vagyok, engem büszkeséggel tölt. Az én hazám Magyarország, bölcsőhelyem otthonom, gyarapítom, vigyázok, ünnepi beszédet ebben az esztendőben Appelszoffer Ágnes tolnaváros polgármestere mondta el. Kiemelte a történelem csodán a nehézségek mellett a magyarság akkor volt sikeres, amikor egy közös cél érdekében összefogott. Március 15-ére virradóra benne volt a cselekvés szikrája a levegőben, azonban a robbanáshoz kellett a márciusi ifjak bátorsága, akik ráéreztek a megfelelő pillanatra, és megragadták azt. A márciusi ifjak többnyire 20 és 30 év közötti fiatalok voltak, a legfiatalabb közöttük a csupán 16 esztendős Hatala Péter volt. Ezek a srácok talán nem is tudták, mit kockáztatnak, amikor a közösen kitalált cél eléréséért harcba szálltak a császári tekintéllyel. A szabadság utáni vágy akkora volt bennük, hogy akkor, amikor a forradalomból szabadságharc kerekedett, akkor már együtt az egész nemzettel készen álltak az életüket kockáztatni érte. Hittek abban, hogy a magyaroknak joguk van a nemzeti szuverenitáshoz, az önállósághoz, a függetlenséghez. Petőfit idézve arról beszélt, szabad sajtó nélkül nem létezik magyar függetlenség és szabadság. Amikor 1848. március 15-én felkelt Petőfi Sándor, még ő sem tudta, hogy a nap végén a következő sorokat fogja feljegyezni naplójába. Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le sajtóról a bilincs. Vagy van olyan együgyű, ki azt képzeli, hogy szabad sajtó nélkül nem lehet nemzetnek szabadsága? Üdvözlés születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted. Üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet. Tolna polgármestere kiemelte, a nemzet összefogása teremtheti meg minden helyzetben azt, hogy a magyarság minden körülmények között meg tudja tartani értékeit. A városvezető kiemelten fontosnak tartotta, hogy két esztendő után ne csak Tolnán, de Mözsön is külön ünnepélyen emlékezzenek 1848 őseire. Mözsi gyerekek is nagyon szívesen vesznek részt, és azt gondolom, hogy annak az üzenete, hogy a gyerekeket bevonjuk ezekbe a programokba, ez nagyon fontos. Az az üzenete, hogy ugyan vége van az egyik bajnak, de itt van a szomszédunkban a másik, és mégis őrizzük a szabadságunkat, őrizzük a függetlenségünket, bár egy kicsi nemzetként, de én azt gondolom, hogy annál fontosabb az, hogy tartsuk meg az értékeinket, tartsuk meg a szabadságunkat, semmiképpen ne keveredjünk a háborúba, és fogjuk meg egymás kezét, akár Tolnán, akár itt Mözs település részen, és vigyázzunk arra, amit 1848-49-ben, aztán később
1956-ban nagyon sokan az életüket adták a magyar szabadságért. Én azt gondolom, hogy ma ugyan nem karddal kell csatába menni, és hát én nagyon remélem, hogy senkinek nem kell meghalnia a magyar szabadságért, de az, hogy kiállunk mellette, és minden évben elmondjuk a magyar szabadság üzenetét, ez nagyon fontos. A Mezsi megemlékezésen a Hősök emlékművénél helyezték el a megemlékezés virágait. Tolnán a Szent István téri ünnepségen pedig Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője mondott beszédet, amely során kifejtette, hogy nem szabad hagyni, hogy idegen birodalmak háborúba sodorják hazánkat. Ég volt, felhő, én volt, szel, rólamon mesét csupán. Volt fényes májusok, muskát is ablakok, hozzátok száll minden álmom. A Medinai Tambura zenekar műsorával kezdődött az 1848-49-es forradalom és szabadságharc megemlékezése Tolnán, a Szent István Parkban. Az eseményen Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Ő beszédében többek között elmondta, hogy ma új, veszélyekkel teli világ van születőben. 1848. március 15-én, 174 évvel ezelőtt fogalmazták meg, és követelték a márciusi ifjak a magyar név kívánalmait, melyek ma ismét aktuális érvényűek, hiszen békétlenség van a világunkban, és a békétlenség felbecsülhetetlen károkat, emberi életek elvesztését jelenti. A történelem olykor fájdalmasan ismétli önmagát, nem tanul a hibáiból, ezért nekünk, akik a mában élünk, nagy a felelősségünk, hogy hogyan döntünk a jövőnkről, milyen világot hagyunk hátra az utódaink számára. A mai nap lehetőséget ad arra, hogy hitet tegyünk nemzetünk iránti elkötelezettségünkről, kinyilatkoztassuk a szabadság iránti mély meggyőződésünket, és számot vessünk önmagunkkal. Emlékezzünk és fejet hajtunk azon emberi nagyságok előtt, akik a közös célokért, a magyarság jövőjéért habozás nélkül vállalták akár a legsúlyosabb áldozatot is. Olyan áldozatvállalás volt, amely a népből nemzetet kovácsolt. 1848. március 15-én, 174 évvel ezelőtt a magyarok beírták magukat Európa történelmébe. Egy vér nélküli forradalommal, példanélküli nemzeti egységben vívták ki a magyar nemzet szabadságát és függetlenségét, a birodalom elnyomásával szemben. Nem voltunk egyedül a szabadságvágyunkkal. Az európai nemzetek Palermótól Párizson át Bécsig sorra lázadtak fel a birodalom ellen, és álltak ki a nemzetek függetlenségük mellett. Az európai népek egyszerre ébredtek rá, hogy nemzeti függetlenséget csak a nemzetek Európája tudja-e megadni. Csókolok ezerszer, ó, fiamot százszor, tábori levele, én ezzel bezártam. Horváth István hozzátette, hogy a magyar nemzet fegyverek és erőszak nélkül csupán a szavak, törvények és a diplomácia erejével elérte, hogy egész Európa az országra figyeljen. A magyar forradalom elérte, hogy megalakulhasson a független magyar kormány, hogy saját védelme, pénzügyi függetlenség legyen az országnak, és beindulhasson a magyar törvényhozás. Nemzetékek még csak álmodni sem mertek ilyen szabadságról, se előtte, se utána, mert mindig egy birodalom, hol az oszmán, hol az osztrák, hol a szovjet irányítása alatt éltek. A magyar szabadságot azonban soha nem adták ingyen. Ezt a 48-asok is megtanulták. A birodalom nem sokáig viselte a magyarok függetlenségét, összehangolt támadást indítottak, felbérelt zsoldosokat küldtek a magyarok leverésére, és a szabadságharcra kényszerítették a magyar nemzetet. Majd jött a megtorlás. És a magyar nemzet közel másfél évszázadot kellett arra várnia,
hogy valóban független és szabad legyen a 20. század végére. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma, a 21. század elején jogosan gondolhatjuk azt, mi magyarok, hogy az elmúlt több mint 1000 évben szenvedtünk már eleget. A történelem sokszor igazságtalan útvesztője többször próbára tett bennünket, és nemzetünk hitvallása a himnusz sorai visszacsengnek gondolatainkban, amikor Istenhez fohászkodva kérjük, hogy hozzon ránk víg esztendőt, mert megbűnhődtük már a múltat s jövendőt. De a történelem a békesség helyett Berzsenyi Dániel 200 évvel ezelőtt papírra vetett, magyarokhoz intézett szózatát eleveníti meg. Forra világ bús tengere, ó magyar! Amikor a költő leírta gondolatait, egy új világ volt születőben. Ma sincs ez másként. Egy veszélyekkel teli korba léptünk, ahol egyszerre kell küzdenünk a járványokkal, illegális migrációval, energiaválsággal, és a szomszédban birodalmak feszülnek egymásnak, háború dúl. Emberek halnak meg, emberek milliói kénytelenek elhagyni az otthonaikat. Az országgyűlési képviselő úgy folytatta, hogy nem szabad hagyni, hogy idegen hatalmak Magyarországot belesodorják a most zajló háborúba. Nekünk magyaroknak ebből a háborúból ki kell maradnunk. A történelem arra tanított bennünket, hogy nincs olyan ideológia, nincs olyan birodalmi érdek, amely számunkra, magyarok számára a háborút, a békétlenséget, az egymás elleni acsarkodást igazolná. Amikor háborúba mentünk, birodalmi érdekek mentén mindig rajta vesztünk. Tanuljunk a történelemből, a mi érdekünk a béke és csak is a béke. Meg kell őriznünk Magyarország békéjét és biztonságát. Nekünk, magyaroknak, itt a Kárpát-medencében, az otthonunkban, a birodalmak árnyékában, a civilizációk útkereszteződésében, a haza megmaradásáért, a nemzet megmaradásáért folyamatosan küzdenünk kellett. De a küzdelemhez erő kell, az erőhöz pedig egység. Az esemény lezárásaként a város vezetői, a társadalmi szervek és intézmények képviselői koszorúzták meg a Szent István Parkban álló emlékművet. Én Istenem, jó Istenem, most szeretett mindig velünk legyen. Megkezdődtek az előkészületek a tolnai polgármesteri hivatalban az április 3-ai országgyűlési választásra. A hivatal dolgozóinak feladata lesz a szavazás lebonyolítása. A legfontosabb tudnivalókról és az időszerű teendőkről tartottak felkészítést. Alig néhány hét és az elkövetkezendő 4 esztendőre meghatározó döntés meghozatala előtt áll az ország választásra jogosult lakossága. Az országgyűlési képviselőválasztás mellett idén nehezíti a lebonyolítást, hogy népszavazásra is sor kerül április 3-án. A gördülékeny lebonyolítás a polgármesteri hivatalok szakembereinek feladata, akik számára Tolnán megkezdték a felkészítést. A szavazásnapi feladatokról szóló dokumentum alapján tudunk végigmenni most az elvégzendő feladatokon. Nem okoz feszültséget a választásokra való felkészülés, mondja Huber Éva jegyző. Az itt dolgozók jelentős részének megvan a tapasztalata arra, hogyan lehet gördülékenyen lebonyolítani a szavazást. Egy olyan csapattal dolgozom együtt, akik már több éve hatékonyan és aktívan részt vesznek a választásokon. Az új kollégákat segítik majd a választás előkészítő munkálataiban. Mindenképpen egy felkészült csapattal várjuk a választás napját. A hivatal, mint a helyi választási iroda, az előkészítéssel foglalkozik jelenleg, amihez hozzátartozik, hogy szavazatszámláló bizottságok tagjait is felkészítsék a teendőkre. Ben, ugye tudjuk, hogy két választás lesz, egyrészt ugye az országgyűlési egyéni választás, másrészt pedig országos népszavazást fogunk lebonyolítani. Ez mindenképpen megnehezíti mind a szavazatlanul bizottságok, mind pedig a jegyzőkönyvvezetők munkáját. 13 szavazókör van Tolnán, illetve hozzánk tartozik, mivel közös önkormányzati hivatal vagyunk, hozzánk tartozik a Fácánkerten lévő egy szavazókör is még, tehát így összesen 14 szavazókörben leszünk ott. Tolnavárs képviselőtestülete megválasztotta a szavazatszámláló bizottságokat. Ezeknek a felkészítése kezdődik meg hamarosan, illetve a jegyzőkönyvvezetők fognak egy központi vizsgát tenni, ami elmélet és gyakorlati feladatokból fog állni. Emellett természetesen helyben is megkezdjük a felkészülést.
Nincs változás évek óta a választókerületek számában és a szavazóhelységek kijelölésében sem, mondja Huber Éva. Amit a választásra jogosultaknak tudni kell, az az, hogy érdemes okmányaik érvényességét ellenőrizni, mert lejárt érvényességű igazolvánnyal nem vehetne vissza senki sem a szavazáson. Közeledik még egy határidő, ami a nemzetiségi listákra feliratkozottakat érinti. Nagyon fontos tudni azt, hogy aki most a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nemzetiségi listán szerepel, és esetleg nem szeretne a nemzetiségi listára szavazni, akkor március 30-áig jelentkezhet le erről a listáról, és ezt követően szavazhat az egyéni választókerületi jelöltre, illetve a pártlistára. Arra is figyelni kell, hogyha valaki lakcíméhez képest másik szavazókörben szeretné leadni a voksát, megteheti, de erről április 1-én 16 óráig értesítenie kell a polgármesteri hivatalban az illetékeseket. Huber Éva azt is elmondta, ismét lesz lehetőség mozgó urnába szavaznia annak, akinek nehézséget jelent eljutni a szavazóhelyiségbe. Erre az igényt is most kell bejelenteni, és ezek a tapasztalatok szerint már gyűlnek a hivatalban. Most rövid reklám következik, majd mások mellett a Magházba látogatunk, ahol kézműves foglalkozás keretében készültek a nemzeti ünnepre a gyerekek. Maradjanak velünk, mindjárt visszajövünk. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. A Fasztron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmunkákra. CNC gépkezelő, maró, lézerkivágós, tancoló és élhajlítógépekre. Fémipari tapasztalattal rendelkező gépkezelő, lakatos, betanított lakatos, hegesztő, festő, szerelő, műszakvezető, minőségbiztosítási mérnök, mérnök informatikus, kereskedelmi asszisztens. Amit kínálunk, pozíciótól függő órabér, műszak, pótlék, bónusz, úti költségtámogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrierkukac@fasztron.co.hu e-mail címen, vagy a 74 540 313 20 241 77 17-es telefonszámokon. Címünk 7130 Tolna, Gém utca 1. A DKC Ungaria Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat keres. Lézervágó, lyukasztó, gépkezelő, kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben. Gépkezelő, hajlító és présgépekhez. Ha elmúltál 18, szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, vállalnál egy-két műszakot, és fontos számodra a pontos munkavégzés. Akkor önéletrajzoddal az ildikó.balonékukac@dkcungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 7030 Tolna belterület 970-110 alatt. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztó bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szentesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Szeretnél
Folytatjuk is a Telena magazint, az 1848-49-es szabadságharc idejét megidéző kézműves foglalkozásra várták a gyerekeket a Makász dolgozói a hosszú hétvégén. A kicsik nagyon élvezték, hogy hosszú idő után újra együtt kreatívkodhattak. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörése Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye volt. Ezen jeles nap alkalmával Tolnán a Makházban kézműves foglalkozással, illetve egy kis sütögetéssel várták az odalátogatókat. A mai napra igazából minden olyannal, ami a nemzeti ünnephez kapcsolódik. Kokárdát készíthettek a gyerekek többféle formában, lehet szívecske formában, hogy valami extra is legyen benne. Akkor ami esetleg a 48-as időszakhoz kötődik, a lányoknak ilyen kis úrikalappal, pártával, a fiúkra gondolva dobbal, ami talán hallani is a háttérben, vagy huszárkészítéssel, illetve hogy a fiúknak legyen valami, ezért kis lovacskát is lehet készíteni, szintén egy nemzeti színű szalaggal átkötve, és mindenre próbáltunk úgy koncentrálni, hogy ezek a színek megjelenjenek a munkákban. A koronavírus járvány okozta nehézségek után nem csak a szervezők, de a gyermekek is nagyon várták már, hogy újra felszabadultabban tölthessék mindennapjaikat. Azért ez nagyon hiányzott mindenkinek, tehát úgy vettük észre, hogy amikor visszakerültünk a körforgásba, akkor azért nagyon sokan jelentkeztek és hiányolták ezt a kis kreatívkodást, nekünk is hiányzott, tehát ötletelni próbáltunk, de azért mégiscsak az élőben való kipróbálás az igazi. A közelgő nemzeti ünnepek mindig nagy kihívás a szervezők számára. Nagyon fontos, hogy ezt az alkalmat és a nemzeti közösség tudatot közel hozzák a gyerekekhez. Ezért a meglévők mellett évről évre új modelleket is bevonnak a felkészülésbe. Jól érezzük magunkat, és ez éppen egy dob lesz itt mindkettőnknél. Először ugye vannak ilyen konzervek. Erre ragasztópisztolyjal ráragasztjuk ezeket, utána ilyen piros, fehér, zöld színű, azaz mintázatú ilyen kisebb vágatokat ragasztunk rájuk, és utána ragasztunk egy ilyen ütőt, és itt lehet utána így jutni. A kézműves ötletek, mint például a papírhuszárok készítése, lovacska kivágása, nemzeti színekből készült csákók, szívek, kokárdák varrása mellett sütögetéssel is készültek a szervezők. A közeljövőben még számos tavaszi programot terveznek. Két éve nem tudtunk a nemzeti ünnep alkalmában gyerekfoglalkozást tartani, úgyhogy most az itt készülő minták azok már két éve várták a gyerekek ügyes kezeit, és be voltak készítve. Hát igen, most mondhatnánk is, hogy megkezdődik a tavaszi dömping. Itt most a nemzeti ünnep alkalmából kézműves tartunk, illetve sütögetünk majd a gyerekekkel, mert ugye huszár most készülnek, a papírhuszárok, de a huszároknak enni is kell, és azért fogunk velük sütni nemzeti színű szalagba burkolt perecet és kiflit. Aztán a következő hetekben a tavaszi programok igen sokszínűen fognak alakulni. Lesz egy szavalóversenyünk, szintén gyerekeknek. Arra már lehet jelentkezni, ez majd április 8-án lesz a bemutató, illetve a verseny. Illetve a költészet napjához kapcsolódóan van egy pályázatunk is. Verseket várunk, versíró pályázat, ennek a bemutatója pedig a másnap, április 9-én lesz. A verseket e-mailbe várjuk, a Makház elérhetőségeire küldhetik, és minden pályázó három verssel nevezhet. Március 27-ig várjuk még a verseket. Ezen kívül lesz Duma Színház is, ami három havonta általában megrendezésre kerül a Tolnai Kulturális Központban. Március 31-én lesz a következő kőhalmi humoristával.
Amellett, hogy ezek a foglalkozások az önállóságot, a közös alkotásnak köszönhetően a csapatmunkát, az együttműködési készséget, a kapcsolatteremtést fejlesztik. Továbbá a gyerekek játékosan megismerhetik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc teljes történetét. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!